Barki Gergely művészettörténész a vendégünk. Jó reggelt kívánok, szervusz! És jó azt reggelt. Hiszem, hogy az, ami történt, az a legjobb ilyen krimikben szokott előfordulni, nevezetesen az eltűnt szobor, az eltűnt festmény, és aztán 100 év után egyszer csak találtok egy olyan szobrot, találnak egy olyan szobrot, amire azt mondod, hogy elképzelhető, hogy a legjelentősebb magyarországi kubista szobor? Egy lakásban. Egy lakásban. Hát igen, egy budai lakásban, az ember abszolút nem számít, ráadásul egy pseudo-celebnek a lakásában, ez még inkább pikánsabb. Tulajdonképpen azért érdekes, mert én ezt a szobrot kerestem. Tehát ez körülbelül egy fél évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt voltam kint Párizsban, és egy magángalériában, aki egyébként nagyon sokat foglalkozik Csáky Józseffel, a szobrásszal, illetve a Centre Pompidou-ban, ugye, ami a világ egyik vezető múzeuma, annak az archívumában is van egy fekete-fehér fotó erről a szoborról. Amúgy... Tehát valaki ezt valamikor birtokolta, tulajdonolta, lefotózta, tehát nem arról van szó, hogy előkerült, és aztán meg kell nézni, hogy ő alkotta-e vagy nem, Csáky alkotta-e vagy nem, hanem ennek volt valamilyen fotója, hát aztán eltűnt? Tudtál erről. Én tudtam erről a szoborról. Azt is tudtad, hogy valahol eltűnt. És ezért de hol tűnt el? Hát ugye az ember ezt nem tudta, hogy hol tűnt el, mert hogy rengeteg ilyen eltűnés történt van. Éppen ezért most egyébként rendezek is egy ilyen kiállítást Párizsban, az a címe, hogy Wanted, az elveszett magyar kubizmus nyomában, tulajdonképpen ez lesz, és ott sok fekete-fehér fotót fogunk kiállítani elveszett magyar műalkotásokra, amelyek jószerivel Párizsban tűntek el. Tehát, hogy erről is az ember azt gondolta, hogy ennek Párizsban kellett valahol lehet. Egyébként tényleg ott volt. Tehát ez... Rendben, oké, eltűnt Párizsban, de hogy találtad meg? Tehát valaki jelentkezett, hogy jó napot, találtam valamit ez a nagy szobában. Igen, tehát talált... nem tudjuk képzelni, hogy hogy lehet egyet megtalálni. Éppen ezért csinálok ilyen kiállítást, hogy fölfigyeljenek rá, de ez ennél kacifátosabb volt. Az IKEA testvérem olvasott egy cikket a Cilával, egy interjút, és... Ő az az influencer, igen, tehát a Kajdi Csabával, és akkor ebben ő 4 mondatban összefoglalta az ő családi hátterét, hogy milyen fontos művészek fordultak meg náluk, többek között Csáky József, Czóbel Béla, az ő dédnagypapája volt Bálint Rezső festőművész, és engem ez baromira érdekelt, és találkozni akartam vele. Elmentem, de engem elsősorban a dédnagyapja, a Bálint Rezső érdekelt, mert vele foglalkoztam, és meg a telefonban mondta, hogy van neki egy kubista Csáky szobra, és akkor én mondtam, hogy persze, hogy ne lenne. Hát nem lehet, tehát hogy, szóval, hogy ilyenek nincsenek, ilyenek nem bukkannak föl Magyarországon. Ő akkor tudta, hogy van, de nem tudta például a jelentőségét. Ő nem tudta jelentőséget, tudta, hogy ez egy Csáky József szobor. Tudta, innentől fogva tátott szájjal némen hallgatlak, bemész a nagyszobába, megállsz, leveszed a cipődet, mondják, hogy kérek egy teját, mesélj. Szó szerint így volt. Levettem a cipőmet, ott volt a kutyája, megsimogattam, megkínált teával, leültem, beszélgettünk a dédnagyapjáról, és akkor mondja, hogy, és akkor egyszer csak így előhozza a szobrot, így mutatja, hogy nézd csak, erről van szó, megmondtam, mi van, anyád Cilla? Ez a címe a cikkemnek, tehát, hogy anyád Cilla, hát ilyen nincsen, tehát, hogy ez hogy a túróba? És hát ugye akkor... Ilyenkor a te pulzusod felmegy a... Valamira, persze, hát ez olyan adrenalin löket, hogy ez, hát ez egy drog, hogy mondjam. Tehát... És tényleg filmbe élő egyébként a történet. Utána... Jó, de hát ugye én azért már sok ilyenen átestem, tehát én nekem sok ilyen megtalálom. De utána benéztél a sufniba, a gangba, körbenéztél a lakásba. Hát utána... Van-e itt még valami? Hát persze, hát 16 oldalon keresztül írom le ezt a történetet az Át magazinba. Még talán lehet kapni, most nagyon elkapkodták, remélem, hogy... És hát ugye ebből az egészből egy egész családtörténet derült ki, tehát az, hogy milyen nagyon komoly családi háttere van a Kajdi Csabának, és hát persze ez a szobor a csúcs darabja, mert hogy ez egy olyan mű, ami nem csak Magyarországon, ez abszolút egy nemzetközi mércével mérve, és egy fontos. Tehát, hogyha ezt a szobrot most betennénk bármelyik vezető múzeumba, a MoMA-ba, a Metropolitan Múzeumba, a Centre Pompidou-ba, és sorolhatnám a... Hol van most? Most Párizsban van. Ugye a Kajdi Csabáiknak van Párizsban is rezidenciájuk, az anyukája Dél-Franciaországban él, és ez mindig is ott volt. Tehát én egy szerencsés néhány hétnek a tanúja voltam, amikor költözködtek, és mindent elhoztak Magyarországra, és addig itt voltak ezek a művek. Egy klasszikus költöztető dobozba betették, elhozták. Abszolút így. Jó, oké. Nyilván sejteni fogod a kérdést, hogyha azt mondom, hogy nagyon magyar riporter vagyok. Mennyi?
Tehát, hogy az érdekel igazából, hogy, és most a viccet félretéve, hogy ugye ez egy elveszett és megkerült kincs, amiről azt mondod, hogy a tulajdonosa nem is tudta, hogy micsoda értéket képvisel. És nyilván a művészi értékről te, mint művészettörténész, professzionálisan tudsz beszélni, de hogy nyilván ezt nem lehet mindig csak forintiálisan megmérni, de van egy forintiális érték, hogy feldolgozzuk, hogy mekkora értékről van itt szó? Hát persze, mint minden ilyen műtárgynak van forintiális érték, sőt lesz is, mert hogy be kell majd biztosítani. Tehát ugye ezt én több kiállításon is be fogom ezt mutatni, ezt a szobrot, és akkor egy biztosítási értéket meg kell határozni. Mit adsz meg? De ennek, hát nem, ezt nem én fogom meghatározni, hanem ezt közösen a tulajdonossal, de hát biztos, hogy sok tízmillióról van szó. Én egyébként azt gondolom, hogy ennek nem is a magyar piacon, hanem ennek a nemzetközi piacon van igazi ára. Tehát Csáky József szobrait múzeumok vásárolják, és a legrangosabb külföldi, amerikai, francia gyűjtő. Nem tettetek mellé ugye egy gyufás dobozt, ezért a méretét nem tudom, nem látom. Mekkora ennek a mérete? 36 cm. Hát nem egy dobozt. Nem, hát ez egy ekkora kis... Miből készül? Egyébként az anyaga azért érdekes, mert ez egy terrakotta, ami nagyon ritka az ő művészetében, ráadásul ez egy festett terrakotta, úgyhogy tehát ez egy egyedi alkotás. Ugye a szobrászok általában gipszeket mintáznak, és akkor azt leöntik, és bronz, és akkor sok lesz abból. Ez egyedi darab, ebből nincsen több. Merre keresgetsz a jövőben? Hát nagyon sok helyen. Hát ugye most elindítottam ezt a Wanted akciót, ez egyébként már egy 20 éves történet, tehát én már sok ilyen kiállítást rendeztem, és hát az utóbbi mondjuk másfél évben mondhatom azt, hogy több száz művet találtam meg, és ez az egyik darabja, és most Párizsba veszem az utat, illetve Milánóba. Most, hogy ezt a műsort látják a tévében, elképzelhetőnek tartod, hogy mi kapunk majd e-mailt, hogy hol lehet téged megtalálni, egész, vagy akár egész biztos. Téged hol lehet megtalálni azok számára, akik nálunk szeretnék megmutatni rajtatok keresztül is, de én a Czóber Múzeumnak vagyok a kurátora, ott is megtalálnak Facebookon. Tehát hát, ha valaki ír, hogy... Leüti valaki a nevemet a Google-ba, Elég szóval sajátom. Barki Gergely volt a vendégünk, és hogyha valaki úgy gondolja, hogy ott a nagy szobában lehet, hogy az a Picasso nem fénymásolat, akkor hívja őt. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönjük.